Az ünnepek idején több helyen rendeltek el árvíz és belvízvédelmi készültséget. Karácsony környékén Zámoljon keletkezett vízkár, és a Dunai járhullám miatt is elsőfokú védekezésre volt szükség. A vízügyi igazgatóság fejérben az Adonyercsi, valamint a Cece ősi övezetekben rendelt el készültséget. Az Adonyercsi belvízvédelmi övezet, hiszen a Duna magas vízállása miatt a a térségbe összegyölekező csapadékvíz nem tudott bejutni a Dunába, így gyakorlatilag ezzel a térségbe szivattyúsan kellett átemelnünk a vizeket, és hát amellett a Nádor csatornán is első, illetve másodfokú készültséget kellett elrendelnünk, hiszen a holvadásból származóan cece, cece ősi belvízvédelmi szakaszon Székesfehérvár biztonságban van, a városban és a környező településeken sem volt szükség védekezésre. Mint azt a vízügyi igazgató mondta azért, mert a Fehérvár csurgói tározó felfogta a csapadékot. A Fehérvár csurgói tározóba ezt a többletvizet mind fel tudtuk fogni. Ez azt jelenti, hogy a tározó lassan eléri az elsőfokú készültségi szintet, az 500-as értéket, és majd, hogyha levonulnak ezek az árhullámok, akkor szépen lassan csurgaitározót is tudjuk engedni. A városban tehát nincs veszély. A belvíz a mezőgazdasági területeken okozhat problémát térségünkben is.